Idén 16. alkalommal rendezik meg a település részen a répafőző fesztivált. Ezúttal is a tavalyi zsűri értékeli a versenyzők ételeit. Rákhely Árpád egy évvel ezelőtt a következő tanácsot adta a répafőzőknek. Arra szeretném kérni a kedves versenyzőket, hogy tanulmányozzák egy kicsit a gasztronómiát, egy picit az ízvilágokat is keressék, és akkor biztosan rá fognak találni azokra az ételekre, amik a répával összefüggésben előbbre viszik a tanulmányokat, illetve egy kicsit gyakorlatilasabbá válnak. Nem sokára kiderül, mennyien fogadták meg a zsűri elnökének szavait. A verseny napján, tehát január 23-án 2 óráig várják a nevezőktől a mintákat, addig mindenki meggondolhatja, hogy a zsűri elé teszi-e tudományát. Túl sokat nem szeretnénk újítani, a tavalyi kategóriákat szeretnék meghagyni, mivel hogy tavaly már kibővítettük egyel, mert nehéz volt a zsűri dolga. Már annyi különleges ételt hoztak, hogy nem lehetett az édességeket egybe mosni meg a rétest a különlegességekkel, ezért 3 kategória lenne az idén is. Mégpedig a leghangsúlyosabb lenne a hagyományos miklósfai répa, a második kategóriába a különlegességeket lehet hozni, a harmadikba pedig rétes és édességek, mert ma már a jelentkezők fantáziája hatalmasat lódult a gasztronómiában, és annyi féle ételt hoznak, hogy kénytelenek voltunk 3 kategóriát indítani. Köteles Józsefné kiemelte, kéri a miklósfaiakat, nevezzenek minél többen a hagyományos kategóriában. Mutassák meg, milyen jó az igazi savanyított répaétel. A fesztivál az idén is ingyenesen látogatható.